Felmértéke már, mennyivel kell többet fizetnie a rezsiért a pécsi önkormányzatnak? Ezt kérdeztük a gazdasági alpolgármestertől az augusztus végi rendkívüli közgyűlés szünetében, ugyanis a cégek után az intézményeknek is piaci áron kell vásárolniuk az energiahordozókat nyár végétől. Augusztus 1-től kikerült az egyetemes szolgáltatói körből az önkormányzat, beleért az óvodákat, bölcsődéket, közvilágítás, minden egyéb szolgáltatást. A közvilágításnál nagyon jelentős áremelkedéssel számolunk, tehát várhatóan csak az idei évi utolsó négy havi áremelkedés a havi 100 milliót is elérheti. Tehát ott az látszik, az összes nagyváros egy óriási szám. A többi intézménynél ugye az egyeztetések folynak, de sajnos azt kell mondanom, hogy így is az utolsó négy hónapban egy nagyon jelentős szám várható. Jelenleg a kollégák most dolgoznak azon intézményi szinten lebont, hogy évvégéig ez mennyi lehet. Ez októberre sikerült, ugyanis kedden érkezett az önkormányzat közleménye, amiben azt írták, megérkeztek a javaslatok a városi cégek, intézmények vezetőitől, hogyan tudnának spórolni az energiafelhasználással. Ezekből készült egy stratégiai terv, amit szakmai és politikai egyeztetésre bocsátanak. A takarékoskodásnak még a nyomát se látjuk 3 éve az önkormányzatnál. Mondja a városi Fidesz frakció vezetője. A haveroknak, tanácsadóknak fizettek ki 100 milliókat ehelyett, mondja a képviselő. Miközben a kormány milliárdokkal segíti a rezsifizetést, példa erre a most bejelentett fűtési támogatás is. Ugye éppen a minap jelent meg a magyar közdönyben az a jó hír és megnyugtató hír, hogy havonta 250 millió forintnyi fix átalány támogatást fog kapni a PTÁV távfűtésre. Hát ezzel a pécsiek távhőellátása az biztonságba helyezésre került. Most itt lenne az ideje, hogy a városvezetés az ne csak mindig a kormánytól várja a megoldást, hanem maga is végezze el a saját házatáján azt a házi feladatot, amit egyébként az önkormányzatoknak feladatul szabtak. Ugyanis a kormány azt mondta, akkor kaphat plusz támogatást az önkormányzat a megnövekedett működési költségekhez, ha lefaragja azokat a felesleges kiadásokat, amik megterhelik a települési kasszát, mondja a frakció vezető. Ezért üdvözli, hogy a városvezetés végre egyeztetéseket kezdeményez a spórolási elképzeléseiről.